Sziasztok! Egy újabb témával jelentkezek, ami nem más, mint a munkahelyi dugások. Például éttermekben szokás az, hogy mindenki mindenkivel csak szexel. Mindig van egyébként egy étterem kurvája, aki mindenkivel összefekszik, de komolyan, ha dolgoztatok már vendéglátásban, akkor tudjátok milyen. Volt, hogy velem is próbálkozott egyszer az egyik, de elutasítottam. Mondtam neki, hogy bocs, de nem akarom. És akkor mással lefeküdt lényegében is, és meg volt sértődve, és a szemében benne egy szalalak voltam. És azért lettem egy szalalak, mert elutasítottam. Hát ez napokig nem is köszönt, rám se nézett, hogy megmertem tenni. Mert őt még soha senki nem utasította vissza. Hát az anyát picsáját azt. És az a szánalmas, hogy ezek még büszkék is amúgy magukra, hogy hány csávóval fekszik össze. Mondogatja mindenkinek, hogy lefeküdt ezzel, lefeküdt azzal, és még büszke is rá, de ez milyen szégyen már egyébként, nem? Erre vagytok büszkék, ti rohadt kurvák, tehát azok vagytok. Mekkora szégyen ez már? Úristen, és ilyen emberekkel dolgozok együtt minden nap, ilyeneknek nézek bele a szemébe. Meg olyan is van egyébként, hogy van valakije, és mondja, hogy megy a Morizonsba, de ő csak bulizik. Meg ő mondogatja, hogy ő nem csalja meg a barátját, nem. Ő hűséges. Hű. Aztán meg ott mindenkinek elújságolja, hogy milyen csávot szopott le a Morizonsnak a WC-jébe, meg mit tudom én, és úristen, és képesek még hazudni, és hát nem szánalmasak. Mekkora kurvák vagytok ti? De egyébként én hallottam olyat is az étteremben, hogy egy hátul a konyhán azért pizzás, miközben csinálta a tésztát, megújjazt a soron lévő csajt, hát bazd meg. Meg a másik csaj a raktáros leszopta a raktárban, meg ott hátul a konyhán is dugtak. Meg az előző munkahelyemen egyébként, ott például a főnök dugta meg az egyik ott dolgozót az irodában, aztán meg izé fizetésemelést adott neki, meg mit tudom én, úristen, és ilyen szánalmas dolgok mennek itt a háttérben. De ez csak engem idegesít egyébként? Vagy ez más nem szokott? Hogy ezek milyen dolgok már egyébként? Ezek olyan gusztustalan és undorító dolgok, és én igazából ezt leszarom, tehát mindenki azzal dug, meg minden, akivel akar. Engem nem érdekel senkinek a magánélete, de ne egy munkahelyen, és ne mondogassák már ott nekem. Tehát engem ezek a dolgok nem érdekelnek. Leszarom, hogy ki kit szopott le. Hát komolyan, és nekem ezt kell minden nap hallgatni, hát olyan szánalmas. És tényleg ilyen embereknek a szemébe kell nézni, főleg úgy, hogy a csaj mindig mosolyog, meg nevetgél közben, hogy hé, olyan jó farka volt. Aki már dolgozott ilyen emberekkel, az tudja, hogy én miért vagyok ezért kiakadva. Meg ezek lesznek egyszer anyukák, meg összejönnek melóhelyen, aztán meg felmennek a zuhanyzóba, és akkor ott csinálják. És akkor vagánykodnak, hogy hát én összejöttem azzal a csajjal, aki ott főz. Hát úgyis szét fogtok menni, mert a munkahelyi kapcsolatok azok nem tartanak örökké. De munkahelyen azt tanuljuk meg, hogy soha nem jövünk össze, mert aztán azzal kell együtt dolgozni, akit én megdugtam lényegében. Tehát ez a gondolat, ez borzalmas, hogy mindig ott lesz az ember fejébe, hogy én ezzel szexeltem, meg kapcsolat volt vele. Munkahelyen nem jó becsajozni. De én soha nem értettem ezt, hogy munkahelyen összejövök valakivel, azt 3 hét múlva meg szétmenjünk, és mondogatják, hogy jó, most milyen komoly kapcsolatban vannak, meg mutogatják, hogy ők együtt vannak. Majd szétmentek, örökké nem eshet, nem? Egyébként a lényeg az annyi ennek az egésznek, hogy mindenki csináljon, amit akar, de engem hagyjatok ki ezekből a történetekből. Senki nem kíváncsi ezekre a dolgokra. Egyébként ez olyan már, mint a barátok közt. Ott is ugyebár mindenki dugott mindenkivel, kivéve Vili bácsi. Nem tudom, hogy ez csak engem idegesít-e, vagy mást is, de ezek szánalmas dolgok, ez az állandó munkahelyi szex, ez. És ugyanez megy az irodákban, ugyanez megy a McDonald'sban. Tehát ahhoz például, hogy fizetésem is kapj, le kell szopnod a főnököt. Na mindegy, én csak ennyit akartam ebbe a videóba elmondani, hogy
engem ez rohadtul idegesít, tehát, hogy minden nap ezt kell nekem hallgatni, és már kurvára unom. Ez ilyen embereket, hogy ezek nem tudnak egyszerűen felnőni, tehát ez kisgyerekek csinálnak ilyet, az ilyen kis tini picsák, és ezek 30 meg 40 éves emberek. És volt olyan csaj, akinek már volt gyereke is, és akkor dugogatják a zuhanyzóba, hát gratulálok, meg az öltözőbe. Hát nagyon szép szülő vagy te is, mondhatom, szép szál szülő. Na, ennyit akartam volna, majd még jelenik ezem. Sziasztok!